Mateusz végül a kapuban állva tudott menteni. A 77. percben egyenített az FTC Kukurozovic szabadrugása után Nelapa lőtt gólt. Nagy Dániel szöglete, közben Tomás Doll hangját lehet hallani. Berobbanó ember középen, és ott van a második ferencvárosi gól. Ha jól láttam, Nelapa szerezte. Becsapódik oda a labda, körülbelül 9 méterre volt a kaputól, Nelapa azonnal kapásból lőtte. Az első szöglet ferencvárosi részről, Varga Roland a 4. percben. Gyul emeli be a labdát, és ott a vezetőgól. Nelapa fejesével megszerzi a vezetést a Ferencváros. Közvetlen közelről fejelhetett Nelapa, sem a több mint 2 méteres kapus nem érkezett, sem pedig a jól fejelő védők nem bizonyították, hogy jól fejelnek. Be fogja ezt ívelni középre. Méghozzá jól, Nelapa gól! Megint vezet a Ferencváros! Nagyon jó ez a szöglet! Ez a harmadik gólja egyébként a Ferencvárosnak, amit rögzített helyzetből szerez ebben a szezonban. Most kiváló a fejes is. Gera és Stenberg, végül Gera rúgja el, laposan be középre, kapufa! Ott a kipattaló gól! Vezet a Ferencváros! Nelapa! Gera szabadrugása életveszélyes volt, Dilaver csúsztatta meg, és jött ki a keresztlécről, és Nelapa hezitálás nélkül kapásból estében a bal alsó sarokba. Vezet a Ferencváros!